Márton Károly firtosvárajai asztalos mesterrel beszélgetek. Károly bácsi gyülekezetünk tagja, és rengeteget segítkezett már a falubelieknek, magánszemélyeknek és az egyházközségnek is. Szaktudásával, munkáival hozzájárult a gyülekezete előmeneteléhez. Károly bácsi hány éve űzi a szakmát? 1950-ben voltam a szakiskolában, és akkor közben jött a kollektivizálás utána később, és a kollektivizálás után pedig udvarhelyén a lifetnél, mint asztalos dolgoztam. Az egyházközségnek is sokat segített már, amint említettem. Mindig jó szívvel és jó hozzáállással végezte el a munkáját. Most a templompadok felújításán fog dolgozni, a munkálatokat vezeti le. Milyen érzés Károly bácsi most az évszázados padokhoz hozzányúlni, felújítani és az utókornak előkészíteni? Hát a padoknak a kijavítása fontos, mert már ugye régen voltak elkészítve, meghibásodtak, és emléket fontos, hogy újra kijavítsuk, hogy a következő időben tudjuk használni. Tudjuk mi is használni, és a következő generációk is tudják használni. Igen. Együtt fogunk dolgozni, köszönjük előre is a segítséget Károly bácsinak.